Tehát akkor megállapítom a bizottság határozott képes, úgyhogy a bizottsági ülést megnyitom. Megkaptál mindenki az anyagot, és eltanulmányozta el. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy a 11 napi rendi folytatódott értelek a közfelelődéssel kérem jelenlétet. Megállapítom, hogy egy hangban elfogadjuk a meghívóban szerető napi rendi pontokat. Akkor minden kérdés is rá az első napi rendi pontra, amely a önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását tartalmazza. Hát van egy pár módosítás, de én így átadom már nekem. Végül is az olyan szakorból jó, hogy itt inkább ilyen pénzek könyvnek. És így kell módosítani ezt a rendeletet. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek megjegyzése vagy hozzáfűzni való? Láttam, hogy az iparűzési adó az közel 28-25 mert hogy ez egy ilyen általános tendencia vajon, vagy csak egy-két vállalkozónak ad ilyen jó pénzben. Hát ugye az iparűzési adóban 28 millió, közel 27.845.000 forinttal volt, hogy ez ilyen tendencia, hogy jobb évet zárnak, vagy van egy kiemelkedő, akinek a... Szerintem csak szeretnénk, hogy tendencia legyen. Én csak kérdezem. Jobb volt az időjárás. Jobban teljesítenek vannak, amik rosszabbul aztán megszűnnek, átviszik a telephelyüket, áthelyezik ide, helyezik le, hogy ezekből is adók. Ja, értem. Tehát inkább ilyen, hogy nehéz tervezni, hogy körülbelül mennyi lesz, és nyilván az eltérés az egy plusz-minusz, ez most szerencsére ilyen volt. Értem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Szeretnék! Egy itt van ez a négyes pont. Négyes pont is, hogy mindig szerűjelen szeretem a szülővé étkezés támogatását. Ezt vissza kell fizetni? Igen, kevesebben vettek. Ezt előzetes felmérés volt ehhez is? Első év, az előzetes felmérés, ugye az, hogy ki az, aki jogosult, ugye mindenki a felesége, mindenki a felesége, de ennyire kevesebb ennek a felesége. Csak nem tudjuk azok, hát most nem ehhez tartozik. Nem bejöttek el, hogy miért nem kérték, azt nem. A felmérés, illetve az igényeket között, és akkor az lehet az, hogy nem akar bejönni. Meggondolta magát, vagy egyszerűen azt mondta, hogy nem tudja eldönteni, hogy mi lesz. De a felmérésen inkább azt mondja, hogy igen, meghagyja magának a lehetőséget, utána a felmérésen. Ez a másik dolog, amit akartam, és akkor az adóságokat jobban mondva. Azt tapasztaljuk, hogy az iparűzési adóban nagyon jó teljesített, ők azt kell mondani, hogy ebben jelentős szerepet vállalnak az itteni adóságokat. És tudom, hogy tavaly rendelet alapján, vagy már megszüntettük ezt a korábbi rendeletünk, hogy van azért valami mód, hogy elismerjük az ő munkájukat is. Mindenkinek a munkáját ismerik. Én értem, de azért tudod, hogy mire gondolok. Tárkusz anyagi adban, meg valami. De azért egy ilyen jelentős utásítés azért nekik is szeretik a biztonságban. Sok mindig ez a, miből áll össze, hogy abban, hogy a cégek hogyan teljesítenek, abban nekünk önkormányzatnak semmi köze, nincs, hogy jól van, hogy nincs köze. A végrehajtás részében lehet ez a működés. Abban, hogyha vannak kinkörülések, azok a behajtása, az egyetlen egy olyan momentum, amiben, de ez is a adódik kollégáknak a működő leírásában felült feladata. Tehát azt a évközben esetleg én a minősítések alapján tudom nekik ezt méltányolni, de én azt gondolom, hogy ez az összeg, ez nem az ő, nem a munkájának eredménye, mert
a hivatalnak sok korábban sem volt, és most nincsen akkora kintlévőség, hogy azt be kelljen hajtani. Ez Fábrikástól tudja legjobban, nekünk nagyon jó volt az adó teljesítésünk, a végváltás most még nem volt olyan, hogy kintlévőséget kell visszafelé beszereznünk, hogy behajtanunk. Tehát vállalkozókat kell megdicsérni? Igen, így van, így van, így van. Tehát az ő üzletpolitikájukat kell megdicsérni. Így van. Most lehet, hogy nem tudtuk, hogy jobban tudtak költségekkel, mint tavaly. Annyi ideig. Köszönöm szépen. Akkor ez így ebben válasz már felelően a felült kérdés. Ha nincs egyéb kérdés, akkor előre az első napon az ütlenül szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja ügyetetet vele, azt kérem készfeleveléssel szavazzam. Megállapítom, hogy az első napi rendi pontot egy hangulag elfogadtuk. A második napirendi pont a köztisztviselők iratnyilvánosságának a megállapítása. Mint ahogy a hogy olvastatok az előterjesztésbe, a köztisztviselők iratnyilvánosság alapjának a megemelése, amelyet január 1-én fogadtak el, 38.650 forint volt, és az előterjesztésben 45.000 forintban javasolja a előterjesztő jegyzőjével a képviselőtestületet. Ehhez van-e kérdésetek, vagy valami megjegyzésetek, vagy esetleg jelző úrnak van-e hozzászólni valamit, hogy a karszál... Tehát pénzügyi bizottság ülésen felvetődött jogosan egy igény a bizottság részéről, hogy egy olyan táblázatot szeretnének látni, ahol látszik ennek a illetnyilat emelésnek a havi, illetve az évi vonzata. Mi ezt elkészítettük ezt a táblázatot, kicsikét bővítve, amiben az is látszik, hogy a törvény szerint hatályos illetmény alappal számolva, mennyi lenne az alapilletménye a itt dolgozó kollégáknak, látszik, hogy ki hány éve dolgozik itt, tehát lehet látni, hogy hány éve dolgozik, mellette mennyi lenne az bruttó illetmény alapja, a 38.650-essel, és ugyanezen kollégának, ha 45.000 forintra emelni a testület az illetmény alapot, akkor mennyi lenne a bruttó illetmény alapja. Ez hogyan viszonyul a kormányhivatalban dolgozó, ugyanilyen időt, ugyanilyen idejét ott dolgozó kormányhivatali alkalmazottak minimum és maximum jövedelmi lehetőségeihez, ugye ez az utolsó oszlop mutatja, és azért feltüntettük lent a táblázat legalján, hogy mennyi a minimálbér, illetve mennyi a középfokú bérminimum, amit a országban adni kell a dolgozóknak, hogy ez is árnyalja a képet, pontosan mutassa, hogy bérezés szempontjából a hivatalban dolgozó köztisztviselők hogyan állnak a szabályozókhoz képest. Köszönöm szépen. Van-e valamilyen kérdéseket még ezzel kapcsolatban? Ilyen kiegészítésére. Hát, hogy ez mennyi lesz? A 38.650-hez képest... Van az utolsó előtti havi bruttó összeg, tehát van egy 2.360.380 a havi mostani illetményalappal számolva, és a 45.000-es illetményalappal számolva pedig 2.754 a havi összeg, és az éves összeg pedig 28.384.560. A 45.000-essel pedig 33.048.000 lenne, az éves költsége ennek 4.663.000 forint. Ez valóban ide van, vagy csak ezt kell meg... Nem tényleg, hogy baj, nem baj, de nem is van, ezt elég kell feltenni. Ilyen legényeket olvasok, amihez kók kell, tehát a... De feltettem a kérdést, és akkor meg is van, igyekeztünk. A kóddal együtt most már
jog. Igen, kijelenhetjük volna a vastagabbba, ahogy... Hát nem, mert csak tehát az, hogy ez nyílt meg, mert ez az országos. A legutolsó az országos, tehát csak az utolsó az országos. Ez a mostani, ez a jövőbeni nyíltelek. Ez a lehetséges nyíltelek, ez a mostani nyíltelek, ez pedig a kormányhivatalnokoknak a jövedelme. Tehát itt mi számokra jelöltük. Tehát akkor gyakorlatilag erre voltunk ki. Így van. Tehát számokra jelöltük a kollégákat. Ami például, egy klasszikus példa, hogy van egy nyugdíj előtt álló kolléga, nálunk most a illetmény alapja 231.900 forint bruttó. Ha 45 kapna, 270 lenne, ehhez képest egy kormány tisztviselő 350 az alap, amiben indul, és elmegy fél millió forint. Tehát mondjuk ez a sor. A tízes sor. Igen. Van még egy kérdésetek? Még egyszer jól értem, tehát a valamelyik 40.000, akkor az 4.660-ban kerül írva városába, nagy állományzat. Így van. Köszönöm szépen. Van még egy kérdés, vagy hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a harmadik napi rendi pontot is, vagy a második napi rendi pontot is. Aki ezzel egyetért, azt kérem készen menni és elszavazom. Nem állapítom, hogy a bizottságot hangul a bárkorant a második napi rendi pontot. A harmadik napi rendi pont a 2014 évi költségvetési rendelet megalkotása, amihez megkaptuk a megfelelő anyagot, kérdés, kérdést és meggyázatot is. Ehhez van-e valamilyen hozzáfűzni valótok, vagy valamilyen kérdésetek? Tehát először is örömmel látom, hogy a költségvetésben nincs hiány a tervezés, mert azért ismerve a más települések költségvetését eléggé sok településnek gondjai vannak. Hát inkább itt még a sorok mögé látvés, vagy a számok mögé látva, inkább azt látjuk, hogy tudunk arra bizonyos útra is félretenni a határokra, hogyha szükséges, ha megnyerjük, és esetleg ha nem, akkor meg tudjuk használni. Ez az egyik dolog, a másik dolog, örömmel láttam, hogy emelkedett a civil szervezetek támogatottsága. Tehát azért, ha megengedi a költségvetés, akkor természetesen azokat a civil szervezeteket, ezt beszéltünk is róla már, hogy amely tesz a településen, azért azt ismerjük el, amit állt a megkérdésre. Köszönöm szépen. Nagyon gondolkoztok, én még azzal egészíteném ki ezt a Misinek az örömét, hogy én annak is örülök, hogy a szociális támogatási rendszerben is jelentős pénzösszeg marad meg a rászorultak támogatására, illetve ez a mondat, hogy kizárólag saját anyagi forrásból hitelfelvétel és egyéb külső forrás nélkül teszi stabilá ezt a költségvetést a kormányzat, vagy teszi stabilá a városnak a gazdálkodását. Van-e még valakinek kérdése? Nagy hozzáfűzni valója? Nem, csak tankolom a képviselőtársamhoz, hogy mikor lesznek a civil szervezeteknek emelkedett, hisz nem tudom, hogy talán egyik oldalon azt mondja, hogy előző évet tesz hasonlóan önként alapján, hogy én Van egy ilyen kormányzat, igen, itt van, és itt van, hogy megvédjük a 12 millió forintot. De hogy mert ebben az évben is,
Miből? Hát az elmúlt évben már másfél millió forint volt, hogy mondom, hiszem. Igen, másfél millió. Jaj, az Isten jobban csak bocsánat, én ennyire ne... Azért tavaly is úgy volt, hogy egy picit több volt. Több volt már talán, igen. Tavaly évben a kötelezőkben fogad a kormányzőségnek volt emelés, illetve a sport tekintetében, tehát a másik része, itt meg a megint a feladatot tekintetében. Bocsánat. Erre voltál, Gábor, igaz? Nem, én ezt ennyire, én megláttam a számot, és én ennek örültem. És így örült. Köszönöm szépen. Még egy ilyen hasonló jellegű európai dolog, itt a 2017. évi kiemelkedés előtt, ez a Excel táblázat 5B a felújításhoz kapcsán ez a operatársaikkal ezekkel a 50.600.300 forint. Igen. Meg? Felújítása? Igen. Első sor. És az 50 milliós. Ez önkormányzat. Igen, igen. Felhordás. Felhordás. Igen, igen. Azt ebben van benne a most. Ebben van a 10 milliós út. Csak egy szó, hogy bocsánat, említik. Egyedül a zöldmezős és barnamezős pályázataink, ez most még pihennek, ugye nincs semmiféle hírt. Hát hírek az mindig vannak. Mert hogy a költségvetésben semmi nincs, természetesen, mert hát csak a mennyi pályázathoz lehet. Így van, én is azt gondolom, hogy hírek vannak, ezt én minden héten el tudnék mondani, minden héten új hírt, és aztán azt mondanám. Csak a pozitívat mondod, a negatívat. Jó, oké. Jó, köszönöm. Nincs rossz hírt. Jó. Teljesen rossz hírunk nincs. Teljesen rossz hírunk. Egyik nap jó van, másik nap rossz, és kérjük le fog. Jó. Köszönöm szépen, bocsánat. Köszönöm. Csak hagyd kérdezzek. Mindig le vagyok maradt menni, mert Kódon már csak nem jött be tőle használni egy feltart. Azt mondta el, ugye, mert a beszélgetésünkben is, hogy ez a 30%-kal, amit növeltük legutóbb, az gyakorlatilag így jön ki a 45 ezer, ugye? Tehát ha 45-re átfordítom, akkor az ugyanaz a szám, mondtátok tegnap. Igen, de felé. Nem pedig, hanem belefér. Hogy a dolgozók ugyanannyi kapnának, vagy valami. Jól értem? Így van. Na most, ha ez az a szám, amit mondtok, tehát a 28.3 millió, és akkor azt mondtuk, hogy ezt 30%-kal megemeljük, az nekem nem jön össze matematikailag, mert legalább a dupla szám hiányzik oda. Most azt nem tudom, hogy ugye ez akkor a sorcsoportnak érintette, de Jerzőt mondtam, hogy nyilván ő zárnyezi a többieket is. Gondolom, hogy akkor ez 30% erejéig, mint én így értettem akkor. Na most, ha ez igaz, akkor ez a 4,6 millió az legalább 9 millió. Még milyen képben nekem, tehát csak a kódot akarom. Azért, mert ez csak egyrészt csak a köztisztviselő sem vonatkozik, tehát a egyéb jogviszonyosokra nem vonatkozik, emtésekre, akik még tényleg igentések, azokra nem vonatkozik, azokat nem érinti. Ez csak kifejezetten a köztisztviselőkre vonatkozik. Egyik rész. Ebből adódik össze, ami miatt ugye hiányod van, mert ott van öt ember, akik emtések. Csak meg akarom járni. Ezért nem akarom járni. Öt ember van, azért ők nincsenek benne. Van öt ember, aki emtés, ők nincsenek ebben benne, mert ők nem az illetmény alapból kapják a jövedelmüket. Ez az egyik. A másik oldala pedig az, hogy... Ez a kisebb fizetésű lesz? Igen, ők egy kisebb fizetésű, így van. És még ugye ott van a teljesítmény értékelés alapján való eltérítés lehetősége. Ez csak az illetmény alapos rész. Tehát
Tehát ennyi van benne. Jó, tehát a... mindegy, hogy nekem vagy négy vagy ki lesz, tehát nem... Csak már akarom értem. Tehát a... nem mindegy, tehát nyilván természetesen nem. Nem mindegy. Én azért megértettem tegnap se a... de nem lehetett viszonylag kapásból választ adni, mert azt mondtuk, hogy 30%, tehát ha két ülésre elhangzott, azt összerakom, akkor a 30% az, ami nekünk plusz pénz. Ha megnézem, ha ez a szám jó, hogy 71 millió forint az egész bérünk, vagy a, igen, 28 millió, akkor ebből egyszerű matematika, nem? Vagy mert én nem jól látom? Tehát az nem ilyen nagyság, mert tehát a tetemi tapírnak kérdezett, hogy mennyi az a mennyi? 3, 5, 15. És akkor mondjuk. Az illetmény alap emelése csak ennyiben éri. Semmi másban. Tehát ami a kérdés volt, az illetmény alap emelése, ha megemeljük az illetmény alapot, mennyivel változtatja meg, és emeli a önkormányzat, a fővárosi igazgató azért a költségvetésre lévő személybérét, az csak ez a 4 millió 800 000 forint. Tehát csak ennyivel érinti, nem többel érinti. De mondom, ez az alapilletményhez kapcsolódó dolog. Ugye biztosan jól tudja a polgármester is, hogy van, és volt is mindig lehetőség, ugye minősítés alapján eltérítése 10%, 12, 5, 8, akármennyi. 45-nek meg a 30-nek nem adja a 10%-nak. De itt semmi talán. Valami miatt matematikailag nem stimmel, ha elhangzottak. Tehát akkor ezt így megértettem, hogy az illetmény alapot 4,6 milliót. Ez egy szám. De akkor valójában a 30%-nak adom, ugye? Tehát ha nem 30%, hanem ugye visszafelé kezdtem, hogy azt nem tudom, hogy visszafelé a visszafeléje a légiszámot át kell tenni, 30%-ot, és akkor jön ki lehet volna egy millió. Igen. Most a gépbe akkor fogok tudni a világot. De az nem 4,6 millió, az egy 30%. Köszönöm. Én azt gondolom, ez pont erre van. Nem tudjátok az előzményét, még tegnap ezzel eltöltöttünk egy órát, majd csak. Tehát igen, ez most tehát jobban van. Ti már jobban látták. Tehát a... Szerintem van, hogy belelőztek, nem mi történik. Van választhatók, ha kérdezéseket. Elég jól eltartkoztunk rajta, tehát az volt a lényeg a vitának, hogy ugye eddig a 30%-ot egy évre határoztuk meg. Most ugye arról szólt, ha megszavaztátok, tehát már elnézést, most a költségvetést érintjük, tehát itt is elmondhatom, ott nem akartam húzni nektek az időt, hogy azt ugye megszavaztátok. Ez most gyakorlatilag határozatlan időre szól a illetmény alapnak a megszavazása. Arról szólt tegnap a vita, hogy mi van a, és mert azt állam bácsi adja, vagy nem adja. Nagyjából talán adja, adhatja. Most is bele tudjuk suszterolni, lehet, hogy nem lesz annyi géppapír, meg nem lesz olyan meleg az irodában, de belefér. De ugye az A kormány, igen, állambácsi, az a csak a 38.650-et szavattól most is. Tehát az van véletlenül belépítve abban a rendszerben, hogy kapja a polgármesteri hivatal a bért, vagy a bért, a működtetési költséget. És arról szólt a dolog, hogy mi van akkor, ha nincs annyi pénzünk, hogy oda tudjuk adni a 45-öt, most odaadtuk, mindörökké. És azért ez egy 30%-os emelés, hogy már
hogy ezt így kellett csinálni, avagy egy évre hagyjuk. Ezért felvetődött, hogy na hát akkor hogy is van ez? Nézzük meg, hogy akkor ezzel a döntéssel, emögött mennyi pénz van. Na, erről szól ez a 4,6 millió jegyző szerint csak kiválogatották, vagy fel, akik a köztisztviselőkre, de összességében, a köztisztviselőknek is csak a alap részére, nyilván a köztisztviselőnek el van kérni a vére, az lehet 10%-kal több, vagy valami. Az a lényeg, hogy ez egy elég sok pénz. Tehát, hogy nem azt kell csinálni, ezt se tudtuk, hogy lehet, vagy nem, tehát hogy minden költségvetéshez hozzászok. Nyilván nem az a célunk, hogy visszavegyük itt a dolgozóktól, majd jövőre a pénzt. Na, de ha nincs pénz, akkor nagyon-nagyon szélsőséges esetben csődbe mehet az önkormányzat. Azért, tehát itt látjátok 71 millió csak a polgármesteri hivatalnak a bérteisze. Tehát nem kis pénzről van szó. Na most ennek azért kicsi a valószínűsége, mert mondjuk ennek a 20-akárhány százaléka, mert ugye azt mondtuk, hogy a voltra tesszük rá a 30%-ot. Ezt a 30%-ot nem lehet. Mert volt egy előző döntés, November 30-án, 2016-os. Most ebbe láttátok, ez vissza van vonva. Tehát ez úszott, és ez jött be helyette, annyi különbséggel, hogy elnézést, hogy én hosszan mondtam, hogy ez most már határozatlan idejű. Na, ezzel sok időt eltűntöttünk, és én azért ne akartam ezt érteni pontosan, hogy ez hogy van. Tegnap, akinek felvetett, hogy akarunk egy számot tudni, mennyi ez. Ezért elnézést, hogy ilyen hosszan. De akkor ezek szerint nem... Most már tudjátok, hogy miért. Miről szól? Tehát ez egy elég fontos kérdésről van szó. Hát én csak annyit tennék hozzá, nem tudom, hogy a közbiztosan minden van, de ez nálunk úgy van, hogy ilyen kis vállalkozóknál, hogy amit kapjuk a bért, tehát egy kiegészítésként kapja ezt a bért, és nem az alapbért, ezt teszünk hozzá. És amikor a támogatást megszüntetik, akkor ez is ugrik. Tehát mi ezt így csináljuk, vagy legalábbis az én vállalkozásomban ezt így csináljuk, hogy a fizetési szalagon az van, hogy ennyi bért, és nem az alapbért belépítünk el, és akkor ilyen, hogy nincs gond. Nincs olyan nagy gond, mert utána kitalálhatom, hogy akkor honnan teszem hozzá, vagy nem életem én, hogy másra van a szükség. Jó, köszönöm szépen, akkor mennyi. Elnézést kérek a bizottságtól, hogy hosszás lehetünk. Valami hozzáfűzni valótok, vagy még kérdés van? Csak, bocsánat, most mondtad, hogy 71-ben most éppen nem lékeztem rá, 71 millió forintot van. Tehát ebben benne van ez a 33 millió 40 millió. Igen. És ez emelkedett tavaly, a 71, most tavaly mondok egyet, akkor 67, és akkor most lesz 71, mert 20 még. Mert ugye elvileg akkor ezzel a csőzzel emelkedett, mert emelkedett a többiek is. Tavaly mennyi? Most nem tudok három. Gyakorlatilag itt van, hogy 16 év, 10 millió, 15 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 mill
8 és fél. Hát igen. Azonban a tanulmánya meg kell lenni, mint amit van. Ugye van egy növekény, illetve ott a járulékoknál és a szociális hozzájárulás adónál van egy csökkenés. 16 és 17 között, igaz? És akkor nyilván csökkenti a szociális. 17 millió, aztán még 16 millió. Ez egy csapda is már
decemberben, akkor valami együtt el. Sok minden az évek kettem, mert egy nyugdíjban egy kielégítés megy, szabadságmegváltás megy hozzájuk, tehát azért... Nem csak az az elképzelés, hogy
hogy azt a kevés pénzt, amivel emeltünk, annyira kevés, hogy csak egyenesen szétítjük, hanem figyelembe kellene venni, hogy a civil szervezetek, melyik civil szervezetek mennyire vesz részt a városi életében, akár a városnapokon, akár az évrendezvényeken, vagy mennyire kielégíti városunk hírnevét, különböző versenyeken, szereplésekkel. Tehát ez volt a civil szervezetek elképzelése. Illetve még hozzá szeretném tenni, hogy a képviselők kérték, hogy részletesebben tartalmazza az előterjesztés a civil szervezetek beszámolóit, illetve a következő évi terveit, és ez csatolva az anyaghoz. Ebben a összefoglalt formában kaptátok ezt a kérdést írni. Tehát a plusz összeg az 1 millió forint, amit az előző évhez el kellett osztani. Én a pénzügyi bizottság vezetőjével már tárgyaltam ebben az ügyben, még a pénzügyi bizottság előtt, és hát volt, tehát én elő tudok nektek adni egy elképzelést, nyilván egy javaslatot, hogyha ezt a javaslatot szerint meghallgatnátok, igazán sokszorosítottuk, megszerítában készült, és tehát ez volt a lényeg, hogy végigvettük azokat a szervezeteket, amelyek úgy gondoljuk, hogy többet tettek le az asztalra az infolevélért, és azok kaptak többet. És akkor sorolom. Jó? Az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub eddig 55 ezer forintot kapott, 90-et kért, 35 ezeret tettük hozzá. Ezt a 90-et az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub az én tervezetben, a mi tervezetünk szerint meg is kapta, mert 30 éves lesz a kápolna, és ünnepségek 20-át egyetek terveznek, és ezt értékelendő csatoltuk, illetve eltettük hozzá ezt a 35 ezeret. Nyírteleki Jóismereti és Adományozó Egyesület, akinek 40 ezer forintot tettünk hozzá, amit kért 400 ezeret, így meg is kapta. Ez is viszonylag elenyésző emelés. Nyírfa Nyugdíjas Egyesület, ők bár valóban nagyon elugaszkodva 300 ezer forintot kértek, és eddig 95 ezer forintot kaptak, de nyilván ez a 300 ezer ez elég magas összeg, és 25 ezer forint köztettünk hozzá. Hallottunk arról, hogy korábban is pályáztak határon túli nyugdíjas szervezetekkel, most is akarnak pályázni. Azon is mehetek jelentős összeget, már tudom, hogy ügyesek, és akkor így 120 ezer forint nekik a végeredmény. Tehát a 95-höz plusz 25-öt és 120 ezer. Szabolcsi Bér Egyesület. Hát ez a kis egyesület az, akinek eléggé kevéssé hallatja a hangját, de állítják, hogy nomád bértábor, mert azért nagyon fontos dolgokat. Hát, hogy elmennek a... Tehát ez a nomád bértábor... Hát úgy néz ki, hogy egy nomád táborban nézhetik egymás bélyegeit. A bélyegítemények. Igen, ezért is úgy gondoltuk, hogy egy 10 000 forinttal emeljük meg, de igen, szerényen, mert pontosan ez az aggályunk, hogy mi történik. Tehát, hogy egy picit aktívabb. És ezt hány fő egyébként, ezt nem tudjuk? A következő alkalomra hozok én be, ilyen bélyegújságot én szoktam kapni, igen, és ott látod, hogy csinálják, aha. És ez tényleg... Az sem komolyan mondhatod. De most az a probléma, hogy... ezt a bizonyos... bocsánat, varlakosi emléklapot, amit az újságokban találtuk. Az a probléma végül is, hogy ezért elég szerény ez az összeg, amit kapnak a szerény szereplésükért cserébe, de biztos nagyobbak a költségeik, mert az éjjel az nagyon drága, ha nem mind szeretek itt egy gyűjtőt, itt nem szólok el. Szóval, hogy idén is összehez, tudom, hogy... Na hát ezt ők tudják
lehet egyszer majd meg kellene tőlük kérdezni, minden esetben még javasolt, hogy nyílt-e neki a szokkórus. Ez 30 ezer? Igen, összesen 30, igen. Nyílt-e neki a szokkórus, akikkel plusz 50 ezer forinttal jutalmazunk azért, mert még ugyan küzdenek, és ott vannak, és szépen beöltöznek, és jól dobáltak, és utána ment mindenhova. Sajnos úgy fogyogat ez a szokkórus, és nincsen utánpontás, valahogy elsorban, de azért mindig szép eredményeket érnek el, meg azért az becsülendő, hogy ott vannak a tűzőnapon, mert ott énekelnek felöltözve, és hát olyan elégeteges mindig ahogy így nézem. Na, minden esetben így 200 ezer forint, és kitartóak. És mit mondjuk? Összesen 200 ezer forint. Hát mert úgy, mikor énekeltek, úgy kaptam a sajnos minden, nincs utánpótlás. Szorogtam egy kicsit, hogy valami baj lesz. Nincs utánpótlás. Sajnos nincs utánpótlás, igen. És azt is hallottam, hogy szeretné a tanár úr, Franko tanár úr ezt átadni, vagy továbbadni énekkarvezetőnek, de az énektanár úr azt mondta, hogy ő teljesen másféle karvezetési stílus tanul, és ő ezt nem tudja magáról váltani, és ő nem szeretné. Nekem ő személyesen mesélte ezeket az akárjait, hogy ez egy teljesen másfajta hangképzés, egy asszonykórus, mint egy diákkórus, más pedagógia és más tanítási módszer, és ő ezt nem tudja, ezt nem tanulta, ezt tanít ki. Így, ezekkel a szavakkal hívjálnak el, én nem tudom. Ez nem értetlen a pedagógiához. És akkor... Nyílt-e neki asszonykórus, és plusz 50 ezer forint, és összesen 200 így van. Gyerekek értes, SOS, 9 év alapítvány, ők azok a kedves ház, akik mindig befogadják a külföldi és diákcsapatokat, ott szálltak meg a Ukrajnából érkező magyar gyerekek, a Szlovákiából érkező szlovák gyerekek, ellátták őket, hotelt és a többi szolgáltatást, és nem is kértek érte pénzt, úgymond nyilván a pályázatnak ezt az összegét is, hogy ezekre lehetett költeni. Ezért az eddig 300 ezer forint mellé plusz 500 ezer forintot, vagy összesen 500 ezer forintot kapnak, 150 ezer forintot kaptuk hozzá. És így 500 ezeret kerekítettük ki, cserébe 800-at kértek ugyan, de Szabadidő Sportegyesület, ő plusz 20 ezer forintot, 200 ezer forintot kapnak, arra kerekítettük ki. Civil koordinációs szolgáltató centrum, őket is értékeltünk, hogy rendszeresen műtétes munkát vállalnak, városnapokon együtt, és nem mindig ott vannak. Ezt. Én azt is emlékeztek, amikor voltam a számolóink, külön én is megdicsértem őket, mert nagyon jó kapcsolatot ápolunk így az egészségügyel és a szociális szférával közösen. Én majd messzebb mennünk, így én is kiállok mellettük. És így a 135 ezer helyett 500 ezer forintot kapunk. Hogy ez a zöldövezeti alapítása a közös volt, ez mi? Ez lehet, én nem tudom értem, az nem biztos van valami. Ez mi? Zöldövezet kialakítása a közös pontban van. Hát, én azt tudom, hogy ilyen parlagfűtel, itt minden évben van ilyen parlagfű írtás, olyan helyek felkeresése, ahol nem lakik senki, és nincs, aki az utcafrontot rendbe tegye. Aztán virágot ültetnek, fát ültetnek, meg rendszeresen a dankogokri... Itt akartam megkérdezni a sajnát, hogy azt tartalmazza. Hogy ez nagy vita volt tavaly előtt, hogy tartalmazza-e vagy sem a Dankó Bokri napokat? Azt nem tudom a napokat, én csak azt mondom, hogy a Dankó Bokriban van az a objektum, vagyis az a föld, ahol ők termelnek, és azt is rendszeresen adnak önkéntes felajánlás az SOS gyerekháznak, gyerekeknek ételt, a öregek otthonának, az iskolának, tehát nyilván értékesítenek belőle, mert árulnak is, de mikor hirtelen sok minden érik, akkor tudom, hogy széthagyják, hogy ugyanúgy virágokat is adtak, mikor fizantét termeltek, akkor is hordták szét, tehát ilyen jótékonykodás. A Dankó Bokri tanyán
termel dolgok volt. De a dampogóki napokat én ezt nem tudom, ezt a kapcsolatot, hogy ez vagy... Ez tavaly volt itt a téma, mert korábban úgy adtak támogatást, hogy egy cél jellegű, hogy a tavaly nem erre fordították, de én szerintem esetleg meg lehetne említeni a támogatásod ételésére, hogy gondoljanak, most nem tudom, hogy összegszerűen, hanem is határozzuk meg, de erre a rendezvényük is házigazdák, tehát eleve nem is hiszem, hogy elzárkóznának, meg adnak ők közös segítséget jelentősen, de ha anyagilag is tudnak támogatni, azt tudom megköszönni. Ezt csak köszönöm nem szépen. Tudom, hozzá. Jó, volt, jó, ezt megoldom. Ezt megoldom. Esetleg volt, meg lehet említeni, hogy ez a rendezvény is kapjon támogat. Jó, rendben van, köszönöm szépen a kiegészítést. Gózsa Jászné tánc együttes. Bocsi, ez mennyi kapol összesen? Összesen 500. 365 plusz. A Gózsa Jászné tánc és hagyományérző egyesület. Hát őket is viszonylag nem amennyit kértek, de viszonylag nagyobb összeggel támogattuk, úgyhogy összesen 250 ezer, vagyis 105-öt kaptak. Ezt tettük azért, mert tehát ők is felvonulnak a rendezvényeken. Az egész egyesület nagyon színvonalas műsorban. Az amatőrségükhöz képest én úgy gondolom, hogy legalábbis egy nagyobb táncszakértő, de nagyon tetszetős és hangulatos műsort adnak elő. Külföldre hívták őket, Lengyelországban voltak fellépni a Vidók testvérvárosunk városnapján. Ha jól tudom, ebben az évben is lesznek ilyen rendezvények Szlovákiában, a szlovák testvérvárosokban, oda is meghívták őket. Itt nálunk is mindig fellépnek minden rendezvényen, és ugye ez is egy ruha, meg egyéb felszerelés igényes. Én mindenképpen értékelem azt, hogy jó őket nézni, hogy összefogják a családokat. Itt azt hiszem, hogy családok jól az egyesület, és ez nagyon szép és töltendő példa. Tehát akkor összesen 250, és talán az előterjesztésben nem szerepel, de időközben beadta a nyírteleki fiataloknak az egyesülete a NIFI-t. Civil szervezet is tavaly nem kért semmit, az idén már úgy gondolták, hogy tettek le az asztalra azzal, hogy a városnapokon pedig rendezvényekben a lovasnapokon és sátrat állítottak, kis szűvonalas, kis összeállítás, kis házikók, kis kertecskék. Őkről én csak annyit mondani kell, hogy valóban miért, hogy van egy ilyen fiatalokat. Szervezet. Ők 150 ezeret kértek, és 110 ezer forintot osztottunk el. És ez így 2 millió 400 ezer forint. 100 ezer forintot pedig egy tartalék alapot képez, hogy esetleg összönöznénk a civil szervezeteket arra, hogy még több művelet tegyenek a városért, a városi rendezvényeken, és ez a 100 ezer forint egy kis támogatás, és a legjobb civil szervezetnek az étése felé egy ilyen képzelésünk van. És ezt így félre tennénk, most nem osztanánk ki, és aki a legtöbbet dolgozott, legaktívabb volt, legszebb volt, legügyesebb, versenyen értek el, most csak így mondom, hogy mitől én elmennek egy táncversenybe, Buzsajasok, és nagyon szépen szerepelnek, vagy tehát valami olyan kiemelkedő dolgot csinálnak, amit jól lenne premizálni, vagy jól lenne őket külön dicséretbe összesíteni. Mert elképzelhető, hogy az SOS gyerekeké, alapítvány gyerekei tesznek valami olyat úgy, amit lehetne díjazni. Vagy a nyugdíjas klubok. Lenne egy ilyen, én ezt a Gózsajas Néptánc együttest egy kicsit jövöm meg. Én is szponzorálnám. Minden ott vannak, minden rendezvényen, nem azért. Tehát itt szívem szerint valahol levennék, és valószínűleg nem tudom. Szóval maradjon a százalékban. Jó, maradjon. Tartalékban a százalékban. Nem, én is nem erről beszélek. 100 ezer az maradjon tartaléknak,
és akkor azon belül a mostani 2400-en belül gondolod, hogy... Hát ez is, igen, megemlítettem, mert ez a Puzsolyos együttes, ez tényleg, ez 700 együttes, mindig itt van mindenütt, és pedig színvonalas műsorban. És akkor melyikből vagy itt meg? De még nem gondolkoztam semmi. Igen, parancsolj. Összességében szerintem nagyon jól összeállítottátok az elképzeléseinket, nagyon sok ponton egyetértek. A Muzsiasnál még hangsúlyosabban egyetértek, Kovid Gáborral egyetemben. Illetve, ha jól értem, akkor az új egyesület, aki beszáll 10-ként, ő 110 ezeret kapna. És a Nyírfa Nyugdíjas Egyesület pedig 120 ezeret. Tehát egy 10 ezer lenne köztük a különbség. Hát azt gondolom, ezért a Nyírfa Nyugdíjas Egyesület egy nagy hagyományokkal bíró egyesület, tehát vagy annak is még emelni kellene az összegén, hisz minden újság szinten, minden újságban szerepelnek, sok rendezvényt szerveznek, nagy hagyományokkal bíró egyesületről van szó. Én őket akkor jobban támogatni. Jó. Igen. Tehát a differenciát kevésnek érzem a 10 000 különbséget. Úgy belépő, illetve a komoly hagyományokról bíró egyesület között. Köszönöm szépen. Van-e még akkor javaslatotok ehhez, hogy mennyiben támogatjátok ezt a elképzelést? Én is azt gondolom, hogy most a Nyírfa az azért, és igaz, hogy 120 ezer, de még szerencsés helyzetben van, van egy olyan abilis vezető, aki nagyon sok más pályázatokat is megnyer. Én inkább akkor ez a Bújveres mellé állnak, és akkor azt mondjuk, hogy a Nyifiből valamennyit vegyünk le, és tegyük oda a Bújveresnek, hogyha ezzel többiek is egyet értenek. Hogy induló egyesület már valamilyen szinten nem induló, mert ugye először pályázik, de korábban nem tudom, 3 vagy 4 éves útra tekint vissza. Valóban látom, nagyon sok akciójuk van, nagyon sok, amit a Facebookon vagy itt ott lehet látni. Talán, hogyha most mint indulásnak valamennyit, és akkor annyit tegyünk hozzá, hogy tőle egy 30 ezeret, tehát 80 ezeret kapjon a... Én csak javaslom, nem tudom. Tehát a Nyifi és a 280 a Búzsályos. Jó. Többieknek jó, vagy nem tudom, tehát... Mi átlanul ezt kapcsolódó véleményetek? Nekem jó az utolsó, ez jó. Én nem ismerem annyira, tehát én nem tudom megítélni. Nekem azt gondolom, mindegyik értékes a maga módja. Én összesen tudom, hogy hasonlít, tehát egy hagyományozó egyesületet, egy bélyeggyűjtőkkel összesen. Biztos mondja, hogy a kettő profi a maga módja. De ahogy nyíltál ki, melyik lesz többet, azt meg... bérmúságot egyáltalán olvasom, úgyhogy lehet, hogy kiemelkedőek valahogy, csak én tudok volna. Igen, hát én is azzal kezdtem, hogy olyan is jön, hogy én is jön. Jó, akkor ezt köszönöm. Hát a Búzsos 280? Most már így olvasom. Hát ezt javaslom, tudom én is. Csak a többiek mondanak, mert csak ez... Mit mondasz hozzá? Jó, hát akkor... Még szabad. Igen. Én is egyetértek, de most mondjuk, hogy azt mondjuk 10 000-re akkor is megemelném, 130-ra is. Hát... nem tudom, valamikból egy 10 000-et, vagy annak a 100 000-nek a terhére. Az, hogy egyébként is, hogy viszonylag kedvezőbb helyzetben van, mert
az egyesületnek megvan az a lehetőség, hogy elmehet próbálhat. Hetente egyszer az iskolában, nyilván ugye az egyesületnek van egy saját klubja is, igen. Napvárul, akármikor bemehet, és amikor esélyek az önkormányzat fizetek. Tehát ez valami hasonlóan támogatva van egy klubba, ahogy a nyíltöki polgárőrök és lehorban mondtuk olyannak, hogy azért az nagyon sokat számít. Fűtés, villany, víz és mindenféle rezsitott az önkormányzat fizetek. Tehát az a 120, az valójában nem 120. Én azt gondolom, hogy azért... Hát, azt össze kell számolni. Tételesen összeszámolhatnánk ezt, hogy mennyi ott a fűtés, a villany, de nekik van egy ilyen saját bejáratú klub helyiségük, és ezt ők előszeretettel használják is, akár... Ami az önkormányzat? Én tudod, a rendőrségben. És össze létszám szerint, hogy nem használják a kármét, a kapcságrendre. Nem a rendőrségben, ez magát a diszkóban. Én nem járok a diszkóban, akkor ez, de oda biztosan a rendőrségben, de oda járnak, ott nekik van egy kis konyhájuk, ott sütnek, főznek, összejönnek, szilvesztert tartottak, tehát ezekért nekik egyik senkár példati díjas fizetni, illetve a rezsély is most már nem ellentében a polgárőrökkel, mert a polgárőrök is így van. Régebben nem így volt, ahol a végszakítottak voltak. Igen, most már nem így van. Ellentétben mondjuk egy más, mondjuk pedig a Kuzsas, elmondjuk a Kuzsas, mert nekik nincs ilyen tárcdermük, ahol meg mehetnének. Ott a civil rendeletük, illetve a vagyon kezelési megállapodást teszi lehetővé azt, hogy hetente egyszer elmehessenek ingyenesen próbálni az iskolába. Egyébként, ameddig ez nekik addig fizetni kellett, például a tornaterem használatáért, úgyhogy amit ők kaptak, azt tulajdonképpen majdnem, hogy visszafizették nekünk azért, hogy ők tehessék a dolgokat. Tehát azért mondom, hogy ez a 120, ez nem való 120, hanem ez attól sokkal több. Én azt gondolom, hogy ilyen 200 környékén áll ez meg. Főleg ilyen téli fűtési szezonban azért, mert ez így, és ez egy fix hely nekik. Ez még? Honnan? Újra és a csúcsosan, most nem tudom, hogy kell próbálni, ők az ifjúsági házba próbálni. Iskolatornaterem. Korábban próbáltak ott, de most már nem. Arra akartunk képadni, hogy is az ilyen el kell. Nem kell nekik megszavazni, mi megállapodást mondtuk, hogy egy ajánlatásomon betettük a civilt, és a civilben pedig az van benne, hogy a helyi civil szervezetek heti egyszer egy alkalommal ingyen használhatják. Amikor ez a tulajdonában lévő egységből, és akkor így tulajdonképpen benne marad. Tehát ha megváltoztatjuk ezt, akkor mondjuk heti ötre, biztos a tég sípolni fog, de... Tehát ez is egyfajta támogatás, amit kiszámíthatunk és forintosíthatunk. De ezt mindenki kapja. És ezt mindenki kapja. Kaphatja, igen. Attól függ, hogy igénybe veszik, vagy nem veszik. Kapja, csak igénybe veszik. Hozzászok egyik beszél. De nem fizetnek ők sem. Nem. De ha akartuk, akkor hetetre ti is az támogatásra kapnak. Hát, mert nem is igaz a szerencsétlen helyzet van, hogy... Hogy? A jogszabály engedi vezetőség. Vezető vezetőség, ugye tagja a képviselőt, ugye így nem kap a összefogást. Valamiről le kell mondani, de hát ez... Én olvastam, hogy Zsordjánnak van, hogy nincs lábú, hogy elközött a magyar lábról, de ezt nem láttam tőle. Jó, legyük. Csak víz. Na tehát akkor... Akkor megkérdeztem, és felhozhattál. Van-e még akkor valakinek hozzászólni valója? Tehát, ha jól értem, akkor egy módosítási javaslat, hogy kapjon többet, amit határozottan már ugye meg is mondhatok, hogy kapjon többet a Gulyás Néptánc Együttes 30 000 forintot, és ezt a többletet vegyük el a népi fiataloktól. Akkor felhozásra teszem fel a kérdést, ki az, aki a módosítása elfogadja így a felőttelésztést. Akkor megállapítom, hogy mi egy igen, és én változtatom. És akkor így javasoljuk a testületi felé. Akkor
az eredetét azt így előtettük egyértelműen. Köszönöm szépen! Akkor a következő napirendi pont, a 8-as, leszámoló a Népelenti Polgári Egyesület, a Arulaposi Polgári Egyesület és a Népelenti Sport Egyesület 2016-os tevékenységéről. Ehhez van valamilyen kérdésetek, akár Gáborhoz, akár a polgármesterünkhoz. Bőven egy ételek újságban is lehet majd olvasni. Végképp Egyesületnek most volt a évzárója. Sikeres. Igen, sikeres volt, jól vagy. Az igazán érdekes, a Vajlaposi Polgár most Egyesület most lesz 15 éves, tehát most 15 éves önálló Egyesület, mert korábban együtt volt, hogy nem hiszem, hogy ők egy hét, nem tudom ki, és most önálló Egyesületként 15 évesek, úgyhogy szám. Itt vannak, hogy terveznek valamilyen komolyabb eseményeket megrendezni. Nem zavarja. Ötöreket terveznek, ilyen 15-30, ahogy megy. Évfordulók. Főszállások, mondjuk 15-30. Hát igen, külön szeretnék csak mondani, hogy azért elég szép számmal vesznek részt itt a város életében a polgárok, tehát 65-ánkkal össze. Akik ugye 25 fő, vagy 90 fő ezzel foglalkozni, mert szerintem nagyon szép megdicséretes példa. Ráadásul hatékony. És ráadásul hatékony, igen, mert a beszámolóban hagyjuk, hogy nem tehát a biztonságunk azt szolgálja, hogy ők dolgoznak, és nyugodtabban állunk, meg életünk. Hát igen, ez nagyon fontos a város életében. Meg mindenkinek a magán életében is. Van akkor hozzáfűzni valótok, vagy még valamilyen kérdésetek? Hát nincs, akkor szavazásra teszem a kérdést, amennyiben a beszámolót elfogadjátok, kérem kézzel a verésre jelezzétek. Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk a 8. napi rendi pontot. A 9. napirendi pont önkormányzati tulajdonba kerülésére irányul a Budapest-Tavaly ingatlannak, ami kivetelek temető megnevezésű ingatlan. Pedig is közmenetőként üzemelt. Biztos valami szükség volt erre. Ez hogy volt a magára? Nem tudom miért, nem is értem. Általában az a szokásosabb, de majd hát, általában nem. Furom volt, hogy... Gyulattam. Én gondolom, hogy ez a gyárami gazdaság akkor nem van is. Igen, de egyben volt a főegyben, az is, hogy még minden állam egyes volt. Közben ott a Bárhatalé Rúfról nekem. Igazán. Hál' Istenek, aki betelepült a gyűlölizásra. Még azt keresem. Vagy egy ilyen úgy kérdés. Ide lehet temetni. Ugyanúgy, mint a feleszteni. Ezt akarjuk megfüntetni, tehát lehet temetni, temettek is. Na de itt azért, hogyha még örhesszül, akkor nyilván az engedélyek kiadásánál kérdés leszünk, illetve a temet technikusok is rendben lesznek. Eddig, akik oda temettetnek, azok nem biztos, hogy nem voltak. Tudom, ezek bezárt temetők voltak, várjának, hogy ilyen rendben van. Tehát így van. Rendben van, akkor ha az előtt elégzésre egyetértetek, akkor szavazásra teszem fel a kérdést, és az előtt elégzést kérem szavazatok el. Egy hangulat ugyanben fogadtuk a 9. napi rendőrtől, 10. napi rendőrtől. Vízkörmű fejlesztéssel kapcsolatos hagymélegzetvételi gyógyő terv egy részéről van szó. Hogyha jól értem, akkor elég lehet változni a Hongyi utcai vízműnek a felújítását, mert életveszélyes
És akkor van még máshol ilyen az becelencső? Azt lehet tudni, ezen kívül. Hát ezt jól, csak a honvédség idejében egy házaknál elképzelhetsz, lehet, hogy te jobban tudod tudni. Hát ez egyben nem a Honvéd utcáról van szó, hanem a Honvéd közül. Tehát a Honvéd utcán bent megy a kertekbe a rendvíz csatorna, tehát ott van a nálatok. Igen. És az nem az beszélment, az beton, nem? Szerintem az, ami azt beszélnek, hogy valami nyomószerűbb van, a türkenék vannak ott a végén is, valamint egyszer valamit ott nézelettem, és akkor mondta, hogy... Egy földön lehet az ezt csinálni is, mert hogy ugye a belnézel abban, ezért már nem nagyon látszanak már azok, nagyon-nagyon régen, mert az aknák ugye azok betonok, de ugye a két aknát összekötő rész az lehet az lehetőfelelően beton is, az tényleg. Ettől még lehet, hogy cikisebb a Honvéd utcai, legalábbis a Honvéd utcai egy jelentős része, az csak hát az nincs átírva. És hogy nyírségvíz, csak ennyit látod, vagy hogy ezt a nyírségvíz lehetett fel, nem? Hát, az ő hatásköre csak erre a területre elvett ki. És akkor ezen kívül nincs más gond? Volt. Ja, hát ez majd ki fog derülni. Ja, jó, oké. Okay. Tehát a fejlesztési tervnek ez a módosítása. Tehát van egy átfordulat a fejlesztési tervünk. Ez is a középtár volt betervezve valamikor 20 környékére, de úgy volt megszondázták, hogy megkamerázták, és észlelték, hogy ez veszélyesebb, ezért hozták előre. És nem szondáztak meg mást? Nem tudom, nem voltunk itt, ezt ők saját gyökörben csinálják, és akkor jelezték felénk ezt. Éveken keresztül ugye a Szent Istvánon buktak ki a szépvíz. És hát ott kellett javítatni, és a Gödör környékén. Ezek szerint én most talán nem nagyon járok, tehát nem hiszem, hogy ilyen veszélyes volt, inkább az, hogy túlzás, nem vagy ilyesmi. Ez még ráadásul nem is a legrégebbi csatorna hálózat, mert nyilván a lakótelepi az sokkal régebbi. Igen, erre szerintem próbáltam volna érdeklődni, hogy arra nem mértek, hogy szondáztak, hogy ez milyen. Hát gyakorlatilag nem is fogják, azt nem vették át, ami a kertekben van. Jó, köszönöm szépen. Akkor szavazásra teszem fel ezt a napi rendi pontot, aki a legvizeljegyzében foglalnak, hogy egyetért, ezt készfeleveléssel szavazom. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadta a bizottság ezt a napi rendi pontot is. 12. napi rendi pont, egyebek. Van-e valakinek a régen szeleveléssel hozzáfűzni előre? Köszönöm szépen, akkor ha nincs, akkor lezárom a bizottsági ülést. Köszönöm szépen a megjelenéseket. Ez a, szerintem ez az önkormányzatnak. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselőmet, testület megjelent tagjait, intézményvezetőket. Megállapítom, hogy egy képviselőtársunk bejelentette távolmaradását, de egyébként a képviselőtestület határozat képes. Kimentek a meghívóval a napirendi pontok, javaslom, hogy a képviselőtestületi ülés ezen folyjon, aki ezzel egyetért, ezt kérem képviselőtartásra jelezzen. Köszönöm szépen, tartózkodás ellenfelelőt nem érjük, megtanulom, hogy nem fogadjuk a napirendi pontokat, amelyből az első előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására, mely technika jelenőket tartalmaz ugyan, de azért mindig fontos, hogy ezek megfelelő sokkal
vezetve. Ezt mind a pénzügyi és mind az ügyrendi bizottság megtárgyalta, és szeretném a pénzügyi bizottság véleményét hallani erről. A bizottság megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta az előterjesztés és javasolja elfogadással a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen. Az ügyrendi bizottság részére. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta, egyhangúan elfogadta, és a kérdésem, és tőlem megadása. Köszönöm szépen. A napi ponttal kapcsolatban a képviselőtestületnek valamilyen kérdése, észrevétele van-e? Amennyiben nincs, a napi rendi pont vitáját lezárom. Kérem, hogy képfeltartás jelezze, hogy a napi rendben foglaltakat el tudja fogadni. Köszönöm szépen. Tartózkodás ellen szavazat nem érünk. Az első napirendi pontot a képviselő testület egyhangulag elfogadta. Második napirendi pont. Előterjesztésen írták a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott közviségviselők illetmény alapjának megállapításában született. Ezt is mindkét bizottság tárgyalta, és a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen érkezett egy olyan jogos kérés, amelyhez a nagyon korábbi táblázat is kapcsolódott kiegészítésként, hogy körülbelül mennyibe is kerül ez. Ebben a táblázatban ugye az volt a kérés, hogy az illetmény alapemelés mennyi plusz költséget fog jelenteni az önkormányzatnak. Ez 4,7 millió, itt nyilván az összeemelés azért ennél nagyobb lesz, mert vannak MT-s dolgozók, akik szintén ehhez hozzátesznek. Még ez körülbelül egy ilyen 8,5 millió forint plusz költséget jelent. Tehát azért mondom én ezt el, mert ugye az kellett a tegnapi nap folyamán, ez egy hosszas vita alakult ki, hogy ez csak egy évre szóljon, illetve ezt a terhet fogja tudni vállalni az önkormányzat. Én azt gondolom, hogy ha az éves költségvetést nézzük, azért általában mindig el szoktunk menni 1 milliárdig, most plusz-minusz 200 ezer forint környékén, attól függ, hogy a pályázatokkal hogyan sikerül sápálkodni, de én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan összeg, amit a képviselő testület, illetve az önkormányzat ne tudna elvállalni, illetve ebben a képviselő testület azt gondolom, hogy mindannyian egyetértetek, tehát hogy nem szeretnék ezt visszamenni a polgármesteri hivatal dolgozóitól, csak szerettek volna ebben nagyon helyesen és követendően tisztán látni. Ez tulajdonképpen ennyit jelentene, ezt szerettem volna még elmondani, ezt az ügyrendi bizottságban átbeszéltük hasonlóan részletesen, mint ahogy én ezt a pénzügyi bizottság ülésen. A pénzügyi bizottság vezetőjének a véleményét szeretném. A pénzügyi bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztésben foglaltakat a napirendi ponttal kapcsolatban. Köszönöm szépen az ügyrendi bizottság részére. Az ügyrendi bizottság is megtárgyalta, és támogatta. És elfogadásra javasolja a testület felé. Köszönöm szépen a bizottság elnöknek. És felteszem a kérdést a képviselő testületi tagoknak. Van egy kérdés észrevétele, illetve még hozzáfűzni valója. Ehhez bár ezt még a képviselőség ugye nagyon részletesen végig beszéltünk, de hogyha valakinek van, mi megtudhatunk ezt a problémát feszültségét oldani. Képviselő úr? Én azt szeretném megkérdezni, hogy az utolsó táblázat utolsó oldata az mit jelent? Kormányzati tisztviselők illetve szerint írja, illetve tájékoztatás során azt hangzott el, hogy úgy van beállítva a itt polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottaknak a havi bére, hogy az illetmény alatt tényleges növekmény nem fog eredményezni. Na most itt viszont itt van az lenne benne, ha én ezt jól értelmezem, illetve ami ki van hozva itt, ugye arról van szó, hogy mennyi a többet költség. Most ha én nem adtam össze, ez a 28 millió 384, ez a bruttó béleket tartalmazza?
meg a 33.048? Életmód, igen. Igen, na most akkor hol vannak a közterek? Ugye azt néztük, hogy ez mennyibe kerül nekünk. Mert a bruttóbér ugye az az, ami nekem papíron megjelenik, és tőlem vonogatnak le, és ehhez még hozzátesz a munkáltató x százalékot. Hát én sem tudom, hogy az hogy van kalkulálva? Mert az, mintha nem benne lenne, benne van? Ez csak azt akarsz mutatni, hogy mennyi. De amit a polgármester úr is mondott, hogy mennyibe kerül ez nekünk, akkor nem mennyibe kerül. Mert kicsit ez így elviszi a munkát, mert ugye nem mennyibe kerül, hanem még ezt hozzá kell tenni a munkáltató által fizetendő közterhet, nem? Hát az emelésnek a közterheit. Én úgy értem, hogy van egy lapon, a mostanival, tehát most van egy bruttó illetmény, illetve 45.000 forinttal. Na most lehet, hogy nem a mostani, de a mostani testületi gépület bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ténylegesen ez az illetmény alapemelés, ez nem lenne többet kiadás. Úgy vannak beállítva a illetmények. Itt megmutatva, hogyha nem az illetmények, vagy lehet, hogy én olvasom rosszul, itt kijön, hogy 28.384.560, és a 45.000 forint illetmény alapval 33.048. Na most a kettő, mint a nem olyan az a szám lenne. Azért van így, mert a 38.650 az még azelőtt van, mielőtt a képviselőtestület meghozta a 20/2016-os 11.30-ai rendeletet, amikben megemelte a fogyasztói borda dolgozóinak a bérét. Tehát ez még azelőtti. Nyilván nekünk most már van egy döntésünk az irányba, hogy ezek a bérek már most is ilyen szinten vannak, tehát ha csak egy más módszer alapján. És ezt számolták vissza, hogy mennyire kellene megemelni az illetmény alapot, azaz 45.000 forintra, akkor maradna, most nem teljesen forintra, de helyjel közel ugyanaz meg, amit nekünk a 20/2016-os önkormányzati rendelet is garantál. Tehát tulajdonképpen itt az előterjesztés végén látszik is, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor a 20/2016-os hatáját veszítjük. Tehát ebből adódik az, de hogyha a 20/2016-oshoz mérjük, akkor ez nincs meg, ez a különbség. Mert ugye ott volt egy határozat, illetve volt egy önkormányzati rendelet, ami december 15-től december 31-ig terjedő időszakot foglalt magába, illetve volt egy, ami 17. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakot foglalt magába. Tehát tulajdonképpen a dolgozók ugyanazt a bért fogják kapni. Csak most nem ez alapján, hanem ez alapján. Ez a változás ebben. De összegszerűségében a költségvetést ez nem fog érinteni. Mert hogy így van tervezve. Mert így van tervezve, igen. Utolsó rubrika, amit akar? A függőleges kormányzati? Igen, kormányzati tisztviselő. Azzal azt szeretik volna szemléltetni. Nyilván nem írtunk bele neveket, de azért ezek valós tények. Tehát ha valaki mondjuk, nézzük meg a 10-es sort, teljesen mindegy, 17-es fizetési fokozattal van, 37 év szolgálat után, nálunk kereshet ő maximum 270.000 forintot, hogyha a kormányzati tisztségviselő lenne, és oda menne el, akkor 350.000-ből 500.000 forintig terjedő lehetne a bére. Tehát, és ez mondjuk ebben az esetben azért vettem a 10-es, mert nyilván akiről szó van, az már azért a pályának túl van a felén. Mert az összehasonlítási alapnak? Így van, összehasonlítási alapnak, hogy azért itt van közel hozzánk Nyíregyháza, arról volt szó, hogy igazából az emberek megtartása a fontos, és hogyha itt belenézünk, aztán itt vannak, akik most kezdték, itt bruttó alapilletményeket nézünk, és aztán itt alul pedig nézzük a garantált középfokú bérminimumot, akkor is azt mondjuk, vagy mondhatjuk, hogy vannak olyanok, akik nagyon kevéssel kapnak többet,
felsőfokú végzettséggel, mint aki egy középfokú végzettséggel rendelkezik. Köszönöm szépen. Én voltam a bizottságnak a időhúzásában, én segítettem be egy kicsit, és én többen meg kiszámoltam a mostani számadatokból, és én mikor közelszoltam, akkor még nem jártam itt el, a jelenlegi költségvetésben ez 71 millió forint le van tervezve a közösszemélyi kiadás, ennek ha jól láttam, van is egy olyan 16 millió járuléka. 86 millió, és hogyha mindent nézünk az eltérítéseket, amit Gyergyó úr elmondott nekünk a előző döntésünk, hogy ezeket ő is rendezteti, és ezt megerősítette, akkor ez így, és a januári, 16. január 1-jéhez nézünk a dolgokat, mert tavaly az már elég kell, elmondtam, hogy ez mikortól, meddig jön össze, ott gyakorlatilag egy olyan 54,6 milliót mutat a táblázat, annyi volt a bér, és 15. december 31-ben 16. január 1-jét lehet ott 54 plusz a gyármékai jönnének hozzá, abból a táblázatban azt nem néztem, hogy mennyi a 54-nek a gyárméka. Ez egy olyan 16 millió forint kellhetne nekünk. Tehát a minden estől, a elkérítéstől, minden estől. Szerintem, megy rá. Hát akkor ott is egy volt, nem sok különbség van. Nem ott megy. Ott van 70 millió. De az ugye 86-ot kell. Mert látok kérdezte, hogy elmények a jó kérdésben. Ez végül is igaz is lehetne, van benne rész igazság, de nem teljesen, mert ugye a 2015-ben a dolgozói létszám még nem volt ilyen, és a 2016-hoz még akkor ez azért, a bizottság ülésben, azért ez 10 millió, igen, 10 millió alatt van ez, tehát én azt gondolom, hogy 8,5 az egy ilyen reálisabb szám, mert ezek a számokból adódó növekmények, igen. Az, hogy milyen tartalomban lesz most. Megbeszéltünk be. Egy szükség volt a kérdés, akkor tegnap olyan már, hogy egy 800 millióhoz képest, mondjuk egy ilyen bő 8 millió vállalható. Én azt gondolom, hogy ez vállalható, főleg úgy, hogy ezek az emberek ezért meg is dolgoznak, és nem tudom, de maga szerintem, hogy megtartjuk őket. Ezzel kapcsolatban más kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, akkor én felteszem a kérdést, hogy az előterjesztésben foglaltak a képviselőtestület tagjai tudják-e támogatni. Akik igen, azok kérem kézfelelően is segíteni. Köszönöm szépen. Tartózkodás ellen szavazat nem volt. Már tudom, hogy ezt mondom, a bizonyos foglaltak elfogadásra kerültek. És akkor a 30 napi rendi pont. Előterjesztés Nyíregyháza-város önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról. Mindkét bizottság, kis lennőzőkötösen tárgyalta végig, mint ezt kíves végzte. Először is a pénzügyi bizottság. Véleményét szeretném. Pénzügyi bizottság, összes tárgyalás, tisztázó kérdések követően egy hangon támogatta. És a költségvetés elfogadása javaslat. Köszönöm szépen. Az ügyrendi bizottság részéről. Bocsánat, már csak. Igen, a ügyrendi bizottság is megtárgyalta ezt a napi rendi pontot. Igen, részletesen átrágtuk magunkat rajta, és egyhangulag elfogadtuk, és elfogadásra javasoljam testület felé. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban akinek valamilyen észrevétele esetleg, amit még el szeretne mondani, illetve olyan, amit még tisztázni szeretne.
nem megígértem a bizottságot. Elnök úr, már olyan szúrosan érzem. Ne, hogy szúros, természetesen. Volt egy ígéretet, hogy nem folyamán, azt mondjuk, meg kell tartani. És hogyha már szót kértem, akkor két-három mondatot a költségvetésről. Hát az látszik, hogy a érek, elég sokat vitatkoztunk itt az előző napi rendi pont kapcsán, azok azért elég jelentős összeget visznek, ez így nem csak mindig, tehát a jelentős összeget visznek el, és most meg tűnik oka is van, hogy még jelentősebb összeg. Én tavaly, mikor a költségvetésnél szót kértem, akkor javasoltam, hogy a Kft.-nek az üzleti terv és a költségvetés egyszerre lássuk, hát ugye egyszerre fogadjuk el, az egy más kérdés, de egyszerre lássuk. Nem tudom, hogy képviselőtársaim érzékelték-e, hogy ugye egymásra épülő, és ugye a Kft.-nk a legnagyobb pénzfelhasználó is, meg hát nyilván nagyon sok önkormányzati megrendelés támogatás kötődik a dologhoz, tehát hogy ez mind kerek legyen és átlátható legyen, praktikus. Én nekem most nagyon visszaköszönt, hogy hát amit olvastam a költségvetésben, akkor azt apró pénzre látva meg lehetett nézni, hogy akkor miért is adtunk oda több 10 millió forintot, vagy akármennyit. Az üzleti terv, ezt nem fogom elmondani az üzleti terv, de tehát azért ezt itt jegyezném meg. Ami miatt én a bizottságon is szót kértem, az a kistérséggel kapcsolatos problematika kör volt. Nevezetesen ugye egy nagyon nagy intézményünk a kistérségi társulás keretein belül működik, olyan, amelyben egy nagyon szép beruházás valósult meg, és olyan elképzelésekkel indultunk ennek a beruházásnak is, meg a nyilván amellett, hogy egy sor plusz dolgot adott a településnek, az is a tervek között volt, hogy itt egy jelentősebb költségmegtakarítás is legyen, ami látszik, hogy valamilyen szinten van is valamilyen területekkel. Ennek ellenére, hát ha most nagyon-nagyon csak a számokat nézem, akkor ez a támogatás még növekedett. Most az okokat azt nem firtatom, tehát egy több mint 30,3 milliós nagyságrendű, 30 millió, nem annyi? Hát 29 ezer akár, 29 millió, valamelyik terjesztünk. Nem, 1 millió külön volt. Hát akkor nem növekedett, akkor ugyanannyi, de hát csak nem csak. Tavaly sem volt jó, mostanában sem fel. Na most 30 millió az elég nagy összeg, ahhoz képest, hogy egy picit áttételesen történik ennek a kiszámunkra való. Zsuzsa itt van meg, tehát nem így értem, tehát rossz indulattal vettek el, de maga a szervezeti keretekből is az következik, hogy ez számunkra a hatékonysága legalábbis, és én nekem meggyőződésem, hogy ez a felépítmény, ami most kialakult, ez azért nem a világ leghatékonyabb szervezete. Polgármester úrral ezt elég gyakran, a Zsuzsával is beszéltünk erről. Át szoktuk beszélni, és ami miatt ezt létrehoztuk, ezek a pluszpénzek voltak, azok a plusz normatívák, amelyek a mostanhoz képest azért több nagyságrendben nagyobbak voltak, ezek visszaestek, ezért én itt a költségvetés kapcsán azt javaslom, hogy tekintsük át ennek a egységnek a szervezeti kereteit, és több elképzelés készült az elmúlt években, hogy hogyan lehet ezt működtetni, nézzük meg, hogy esetleg hatékonyabban lehet működtetni ezen szervezeti keretek nélkül. Ez volt az ígéretem, amit most elmondta. Egy módosító indítványom lenne, ha
nem biztos, hogy az lesz teljesen, de azt szeretném, hogyha költségvetésbe bekerülne a vallaposi esőház, illetve ennek egyfajta bővítménye, egy ilyen konténerszerű háznak az építése, amit nagyon sok éven keresztül már tervezgettük, én polgármester úrral is, igazgató úrral is egyeztettem ebbe a témába. Ők is úgy látják, én is úgy látom, hogy a költségvetés keretein belül a felújításnak nyilván meg lehet a fedezete. Tehát én úgy gondolom, hogy a konténeres ház cégnek is meg lehet a felület, vagy a kerete. Én azt szeretném, hogyha ez így betű szerint is bekerülne, egyrészt a költségvetésbe szöveges részben, azért mondom a szöveges részben, mert az átadott pénzhez között ezt kellene tenni, és akkor a Irteszó Kft-nek a, nem szeretném még egyszer elmondani, nyilván a az értelkedő is kerül ebben. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen, szépen. Csak azért, mert benne van, de tényleg ezt egyeztettük, és terve is volt ez, talán is egy vajnokosan egy nagyon aktív közösség a vajnokosi polgárőrök, de nem csak a polgárőrök, hanem nagyon sok civil embernek egy nagyon, nagyon fontos pontja, illetve volt van mellette egy nemzetközi emlékhely, ami reményeink szerint, amikor a kerékpárok megépül, akkor a kerékpárok által is látogatottabb lesz. És azért most mellettem most van egy viszonylag nagyon rossz állapotban lévő abban alapokra épült esőház jellegű valami, ami én azt gondolom, hogyha valaki csak ott áll meg mindenkinek és azt látja, akkor nem biztos, hogy meg kell az ügyébe festi a városról, az önkormányzatról, képviselőtestület, a polgármester és a többi, tehát ezt azért szeretnénk. Más egyéb észrevétel, hozzászólás, ígéret, amennyiben nincs, akkor napirendi pontjutálják nyilván, és ezzel a módosítással jövőben készült eztőnek fogadva a 2015-ben költségvetésünket, aki ezzel egyetett, ezt kérem készletartásra. Köszönöm szépen, tartózkodás ellenszavazat nem lévén, mert átutom, hogy technikai elfogadásra került. Négyes napi múlti pont, előterjesztés a polgármester illetményének és költségszépítésének megállapításáról. Egy többnyi szabályozás keretében került ide a költségtesemben felé. A pénzügyi bizottság és az ügyrendi bizottság is megtárgyalt a pénzügyi bizottság véleményéről. Az ügyrendi bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen, az ügyrendi bizottság részt. Az ügyrendi bizottság is egyhangúan támogatta az előterjesztésben foglaltakat. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valakinek valamilyen kérdés részlegétele van. Amennyiben nincs, akkor a napirendi pontot lehet lezárni, és elveszem feladásra a kérdést, hogy a napirendben foglaltakat a képviselőtestület tudják támogatni, a kíván azt kérem készletlátásra érte. Köszönöm szépen, tartózkodás ellenszerűen nem lévünk, mert azt mondjuk, hogy a feladásra kerül. A tízügyi bizottság elnökének kedvenc a napirendi pontja következik, az ötös, amelyen ezt polgármester szabadságolási tervét foglalja magába. A tízügyi bizottság is megtárgyalta. Tárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Egy rakóval. Ügyrendi bizottság, bizottság is megtárgyalta, egy hangon elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Képviselőtestületnek ezzel kapcsolatban észrevételben minden kérdése van. Amennyiben nincs, akkor napi bizonytalját lezárom, akkor a napi rendi pontban foglalatokat támogatni tudja, azt kérem készletlátásra jelezze. Köszönöm szépen. Tartózkodás ellen szavazat nem lévő, megállapítom egyetlen úgy elfogadásra kerül. Következő napi rendi pont, a nyilván szólók, akik tehették 2017-es évvizeti terve, amelyben valóban
önkormányzat költségvetésével úgymond szerves egészen alapot. Reméljük, hogy mindenki megkapta a anyagot, bár egy fotogalmas volt és elektronikusan is olvasható és kiküldésre került. És ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta, végigbeszélte. Pénzügyi bizottság megtárgyalta a szokásos kongresszumon adó színesen illusztrált anyagot, és ennek kitér a KFT szerteágazó tevékenységének minden zugára, és elfogadásra javasolja a testület felé. Köszönöm szépen. A képviselőtestület kutatóknak nem előtt kérdéseit felvétele, amennyiben nem akkor elmondani. Igen, valóban már a külalak is nagyon tetszetős. Nem minden nap, nem minden testületülésen kapunk ilyen beszámolókat már egy pillanatban külön postán, úgyhogy azt hiszem, ezt mindent még lehetne mutatni ilyen szempontból. A 9. oldalon az 5 per e pontot nagyon támogatnám, hogy a játszóterek karbantartása, felújítása, eszközök, játékok cseréje, pótlása az utóbbi időben engedtől lakos megkeresett ezzel kapcsolatban, úgyhogy örvendetes, hogy ezt olvasom, és ilyen szempontból ezt mindenképpen támogatom, csak úgy, mint az ezt követő 5-2, a királytelek vigadó festése, vagy fűtéskorszerűsítése, erről már korábban az igazgató úr tett megjegyzést, hogy esetleg terve lenne, tehát mindenképpen. Abban bízok, hogy októberben nem királytelki csata lesz, hanem annak a megemlékezése. És a civil fórum elnökéhez fordulnék, hogy a civil fórumról nem kaptunk meghívót az utóbbi időben, és esetleg ezt tudnál pontosítani, akkor azt megköszönnénk, hisz már a korábbi képviselőtestület ezt kezdeményezte, indítványozta, és úgy gondolom ezt a szokást meg kell mutatni. Most meg fogjuk csinálni. Rendben, ez a vajadatok? Én nem hiszem, hogy így volt. Ezzel tavaly kapott a képviselőtestület, már csak az is, mert én nem hiszem, én biztos is voltam. Tehát a fele képviselőtestületben ott is voltam. Én nem kaptam a biztosat. Van egy civil szervezetek, jó néhány egyesület jelentek, hogy látom. Volt eszegyűsület, polgárőrség, oda foglalkozik el a felállat. Egy határozott képviselőtestület ülés lehetett volna. Jól figyelni. A többit azt pedig már külön megbeszélt, egyeztek. Azokra a kérdésére választ kaptam, de szerettem volna. Köszönöm szépen. Más egyéb észrevétel? Amennyiben nincs, akkor napirendi konfliktáját lezárnám, és felteszem a kérdést a képviselőtestületnek. Foglaltakat támogatni tudja-e. Magyarországgal, aki igen, kérem készfeglaltásra ezzel. Nem csak vártuk meg. Most más maradt a nevét. Tartozóan ellen szavazat nem volt. Megállítom, hogy egy megoldó elfogadásra került. Következő napirendi pont. Kötelező napirendi pont, amely előterjesztő és nyilvánosságos önkormányzat 2017. évi összes közbeszerzési tervének továbbjására, ezt mind a pénzügyi és az üzemeltetésnek is nagyon részletesen tárgyalta. A pénzügyi bizottság talán túlzás lenne azt a jelzőt használni, hogy hosszas vita után, de egyhangúan elfogadta a közterjesztést. Köszönöm szépen. Ugye, bizottság is megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta ezt az adatot. Köszönöm szépen. A képviselőtestületnek ezzel kapcsolatban valamilyen kérdések, kiegészítése van-e? Ha
amennyiben nincs, akkor a napi rendi pontvitáját lezárnám, és kérem a képviselőtársaimnak, hogy a napi rendi foglalatokat elfogadni szíveskedjenek, akik igen, az két feladatásra. Köszönöm szépen, tartózkodás ellen szakos rendőrön, megtanulom a fogadásra kerül. Következő napi rendi pont, beszámoló a civil szervezet a 2016. év tevékenységéről, valamint az önkormányzat által részüten nyújtandó 2017. évi támogatásra jöttásra. Ez egy elég komplex napirendi pont, mely az előző évi beszámolót tartalmazza, illetve az, hogy az előző évben megítélt támogatásokkal a civil szervezetek rendben pontosan el tudtak számolni. Ezt a pénzügyi és adóirodán meg is tették, illetve azt hatalmazanék, hogy mire szeretnének és mit szeretnének a 2017. évben megvalósítani ezek a civil szervezetek. Az ügyrendi bizottság ezt tárgyalta. Igen, az ügyrendi bizottság ezt megtárgyalta, és javaslatot is tett, és elfogadott javaslatot a támogatást úgymond szét is osztotta. Ezért kérdeztem először is az ügyrendi bizottságot, mert ugye a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, de az első felé tárgyalta a 2016. évi beszámolókat, tehát fogadta el. Én annyit tennék kiegészítésként, hogy nem mondtam, én azért nem mondtam, hogy még nem. Igen, visszakapja a szót, csak azt szerettem volna elmondani, hogy a tavalyi évben 1,5 milliót kaptak ezekre a feladatokra a civil szervezetek, és én azt gondolom, hogy egy város életének nyilván vannak nagyon fontos részei, intézmények működtetése és sok más polgármesterhivatal utak, iskolák, óvodák, bölcsödék, de nagyon-nagyon fontosak a civilek, és hogy a képviselőtestület ezt most egy kicsit honorálja, én azt javasoltam, hogy úgy készítettük a költségvetést, hogy 1 millióval emeljük meg ezt a keretet, tehát nem 1,5 milliót, nem 2,5 milliót kellett elosztani tulajdonképpen, és ezt visszaadnám a szót az ügyrendi bizottság elnökének. Egy rövidebb vita után meg is tette, és vannak egy viszony számok tulajdonképpen, ami ugye nem végleges, addig, ameddig a képviselőtestület elnök fogadja, de az ügyrendi bizottságnak ez az álláspontja, amit most igen, az üzenet, mindig mielőtt felolvasnánk, csak két dolgot jegyeznék meg, hogy az elképzelés az 1 millió forint szétosztására az volt, hogy mindenki kapott egy kicsivel többet, mint amit tavaly. Ez az egyik, és van néhány civil szervezet, aki a városért tett munkáját figyelembe véve, ismerve, és ez a kitünket nézve nagyobb emelést kapott, és ezt forsolatának volt. Tehát azt mondom, hogy a végösszeget kodalapítottunk, vagy mondjam azt is, hogy mennyivel a második tett. Végösszeget, 10 milliót a nyugdíjas klub, 90 000 forint. Több mellett volt 90 000, nyilván neki van ismereti és hagyományozó egyesület, 400 000. Nyírfa nyugdíjas egyesület 120 000, Szabolcsi Bélyeg egyesület 30 000, Nyírteleki asszonykórus egyesület 200 000, Gyerekekért a Sors 90 alapítvány 500 000, Szabadidő sport egyesület 200 000, Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 500 000, Guzsajas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 280 000, és a Nyírteleki Fiatalok Civil Szervezete is adott a kérelmet, amiben 150 000-et kért,
és a bizottság 80 ezeret javasolt. Továbbá szervezett forint maradt, ha ezt valaki most összeadja ezeket a közösszegeket, ez egy tartalék volna további ösztönzésére a közösségi, illetve a városi, város közösségéért tett munka realizálására évvégén ez a 100 ezer forint, tehát úgymond egy jutalom. Ha esetleg a civil szervezetek körül valaki valami kiemelkedő dolgot tett, valami versenyen, vagy esetleg megyei, országos szintű, ezt elismerendő, illetve a város napok, vagy a város ünnepein kiemelkedő teljesítményt tett, ezzel szeretnék, ezzel honorálná a testület. És ezért maradt ez a 100 ezer tartalék, ez egy új jelen a régiekhez képest. Köszönöm szépen, és a tartalék jelen, hogy egy ilyen motivációs tényezőként lépte be, hogy még aktívabbak lennének ezek a civil szervezetek. Nyilván utána ennek akár a képviselőtestület kitalálhatja a formáját, hogy akár itt október, mondjuk mondok egy ötletet, október 23-a környékén, szeptember végénre adnak egy mondhatjuk pályázatnak, és akkor október 23-a környékén egy plakettet kapnak akár a városi műsorban, és ezt a pénzösszeget megkapják. Azért szerintem, tehát azért október 23-a környékén, mert akkor még ezt el tudják költeni, viszonylag egy utazásnaphoz tudjuk ezt kötni, ki tudjuk őket tüntetni, illetve minden évben ugye erről a képviselőtestület akár hozhat egy döntést is, hogy akkor itt látna most szívesen ki az, aki ebbe az évben a kimagaslót nem is tudott elérni, de mondjuk a település életében nagyon aktív volt és rengeteg plusz dologgal színesítette a városunk életét. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Itt az elosztásoknál valóban az érvényesül, hogy ami volt egy ilyen becsontosodott korábbi időszakot, most egy kicsit felbomlott látszik, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert valóban abban az irányba dolgozott ez a támogatás, hogy akik nagyobb részt vesznek ki a város életében, azok egy kicsit több támogatást kapjanak. És így megemelvén azt, hogy nekitől nem kellett elvenni, ami egy nagyon fontos dolog, hanem mindenkinek tudnak is pluszt adni. Így torzsalkodás feszültség sem lehet a civil szervezetek, illetve a civil szervezetek vezetői között, mert nem más kárára tettünk velük jót, hanem ennek a szervezetműködőnek a terhére. Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni ehhez. Más egyéb észrevétel az üzleti bizottság által összeállított javaslattal szemben, illetve előterjesztéssel szemben van ez. Én azt gondolom, hogy itt hallottuk már a bizottság ülésre a napokat, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy ebben a civil koordinációs tehát a civil centrum segítséget fog nyújtani, mint eddig. Nyilván, amikor nem kapták ezt a plusz támogatást, meg akkor is megtették, és most, hogy motiváltabbak lettek, szerintem így is meg fogják tenni mindenképpen. De én felveszem velük a kapcsolatot, és rákérdezem, hogy erről érkezik. Egy bólintás. De természetesen egy igen, egy bólintás. Ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel. Amennyiben nincs, akkor én ezt azt gondolom, hogy ez egy nagyon volt az ügyrendi bizottságnak, illetve az ügyrendi bizottság elnökének, mert akkor nagyon szépen mindenki véleményét figyelembe véve össze tudta foglalni a következő év, illetve ennek az évnek a támogatásait. És ezt úgy rakta össze, hogy mindenki ebben egyetértett. Én akkor azt szeretném a képviselőtestülettől, hogy amíg megjelent három, ezekkel a számokkal a napi rendi pontban foglaltakat támogassa, aki ezt támogatni tudja, azt kérem tiszteletben tartásra. Köszönöm szépen!
tartózkodásban a szemetet megjelni, egy hangból elfogadásra került. Ugye ezek voltak az önkéntvállalat, a feladataink kötelező, feladataink pedig a 9-es pontban vannak nevesítőjének, amelyek a Nyírtelenki Polgárdal Egyesület, a Vajlatosi Polgárdal Egyesület, illetve a Nyírtelenki Sport Egyesület jelenik meg, beszámoljuk által. Én azt szeretném elmondani, hogy mindkét oldal egyesületnek a beszámolóját személyesen is hallottam, illetve mind a kettőnek ott voltam a végzáró részén, amely mind a kettőn azt gondolom, hogy nagyon jó volt, példaértékű volt, amely emberek ott voltak azok, szerintem minden nyíltenki számára követendő példát jelentenek, nagyon sokan dolgoznak, és ezt ráadásul hangsúlyoztam egy kicsit bér nélkül teszik, tehát csak azért, hogy nyíltenek város lakóinak, illetve a kültelettek lakóinak szubjektív biztonsági érzetét javítsen. Ezért mind a gyalogos, mind a dolgóval, polgári szolgálatot, teljesítők, illetve a lomas polgárőröt is mindent megtesznek. És természetesen van egy sportegyesület, amely most már azt tudom mondjuk, hogy évről évre fejlődik, szépen halad előre, hogyha van egy beruházás a pályázat keretében, ha nyert, meg fog valósulni, akkor mindenható körülmények teremtőnek számára, de ami nagyon fontos a tártaluk felvettése, használt pénzeszközzel el tudnak számolni, ugye a TAO-s pályázaton most már ugye zsinórban másodszor tudnak elindulni, és szépen évről évre ez azt bizonyítja, hogy ott az átláthatóság, illetve a pénzek kezelése szépen megvalósult. Én állom, hogy ez nagy érdem, de ezt nem csak rájuk, hanem a két polgárra is jött, és el tudom mondani. Nagyon sokat pályáztak, a Nyírtelenki Polgárra Egyesületnél, azt néztem itt a végén, ilyen 7 millió forint környékéig mentünk el mindenféle pályázattal együtt, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon nagyban becsülő, tehát nagyon nagyban dicséri a polgárőrök munkáját, de nem csak a polgárőrök, hanem a körülöttük lévő emberek is itt, én azt gondolom, hogy olyan helyre tudnak ezek az emberek oda menni, ahol erre jó táplálat találnak, és ez nagyon sok embernek a munkáját fogja össze, és ez azért örömteli, mert nyilván olyan civil szervezet, ezért olyan polgárőrökhöz fognak oda menni, amelyben megbíznak, amelynek jó a munkája, jól érzi a munkáját, és ahhoz tudnak hozzátenni, tehát nyilván én pedagógus pályáról döntöm, azt tudom mondani, hogy annak lehet segíteni, aki maga is tud, mert aki nem tud semmit, annak is segíteni sem lehet. Én ennyi kiegészt is szerettem volna csak hozzátenni. Pénzügyi bizottság véleményét szeretném, hanem is megkérdezik az ügyrendi bizottságét. Ez a bizottság elkezdte a három egyesület tevékenységéről, elszámolásáról rendelkezésre adott pénzügyi iroda által rendelkezésre adott anyagot, és egyhangúan elfogadásra javasolt az előterjesztést a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen! Üzleti bizottság is megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen, és én mind a három egyesületnek szeretném a képviselőtestület köszönetét kifejezni, mondhatom, ezt már nagyon-nagyon fontos munkát végeznek, és nagyon-nagyon fontos feladatot látnak el, de ezt az egyesület ülésen is megtettem. Ezzel kapcsolatban, ezzel a napjelenti ponttal kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele van-e? Amennyiben nincs, akkor a napjelenti pont utáját lezárom, és az olyan képviselőtestület, akkor tudják-e támogatni a napjelenten foglaltakat, aki igen, kérem készfeladatásra nézze. Köszönöm szépen, tartózkodás ellen szavazat nem volt, meg elkülönböző hogy elfogadásra került. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT kezelésében lévő 0283-8 helyezi számú ingatlan önkormány tulajdonban kezelésére. Ez itt nem sok minden mondaná, azt mondjuk, hogy a gyűlöltelenség, hogy a természetében tulajdonképpen, akkor már egy kicsit közelebb vagyunk az igazsághoz.
amelyet az ügyrendi bizottság. Köszönöm szépen. Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele merültetlen. Azért történhetett ez meg, aki nem volt itt a ügyrendi bizottság ülésén, mert hogy korábban nyugaton egy államigazgatásból körülbelül földterületeket privatizálták, erre ugye nem tartott számon senki, most az állami tulajdonban van, elég a temetés, illetve a temetőt, és ez nem kifejezetten megoldott, ezért szeretnénk ezt visszamenőleg, következtében akkor ezt rendezettebbé tudjuk tenni, és tudjuk, hogy ilyen kis település részeken nem sok minden van, az egyik legfontosabb, ahol lehet, a temető, tehát ezt kitüntetett figyelmemnek kell kezelnünk. Aztán, hogy a képviselőtestület, ha a felkeresztésben áll, akkor ezt meg fogjuk tudni tenni. Aki ezt támogatni tudja, az kérem készbefartást. Tartózkodás ellen szavazat nem volt, nem látjuk, hogy a napi rendben a fogalmazat elfogadásra került. Tehát a 14. napi rendi pont, azt pedig a vízvezető fejlesztéssel kapcsolatos 2017-31 éve vonatkozó görögök fejlesztési tervnek a módosítása, amelyet a mélységvíztől kaptunk, mi megyük felmérést végeztek meg során, kiderítették, hogy itt a nyíltelek Hongri út, amit beleírva, de a kérdőmester úr kisegített minket, hogy a Hongri közre vonatkozik valószínűleg, ott egy rekonstrukció vás esedékeséshez szeretnénk elvégezni ezt az ügyrendi bizottság tárgyalt, ezt a különbözőpontot. Igen, az ügyrendi bizottság megtárgyalta, és egyhangulag elfogadta, és elfogadásra javasolja a testület felé. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valamilyen kérdés észrevétel van-e? Képviselő. Ki a tulajdonos ennek a csatornának, hogy még csatornához? Honvéd utcában volt egy olyan konstrukció. Saját tulajdonban az érzékelődik. Jó, ezt mi jelentjük akkor, hogy még részről van egy szó a mélységvíz részére. Azért az előterjesztésben foglaltak támogatását kérem a képviselőtestületről, a támogatott ügyhez kérem készfeltartással ez. Köszönöm szépen. Tartózkodás ellen szavazat nem volt, egyhangulag elfogadásra került. Az egyebek, én mindig meg tudtam kérdezni, hogy a egyebekben van-e valakinek valami közérdekű, amit szerszerzem mondani, de miért ezt megtenném, nem mondom már el, hogy van egy pályázat, amiről már a tegnapi bizottságülésen is beszéltünk. Ez egy kérdésképpen egy pályázati formában valósulna meg, csatlakozási konstrukció az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez. Ebben olyan nagyon nagy mozgásterű nincs, ez 2017. október 1-ig meg kell tenni. Ez tulajdonképpen azt fogja jelenteni, hogy az állam egy egyszerűsített, vagy úgy tetszik, egy központosított rendszert fog rendelkezésére bocsátani az önkormányzatoknak. Ez nem csak a könyvelés, hanem a gazdálkodással kapcsolatos mindenféle adatot ebben lehet majd rögzíteni, tulajdonképpen egy ilyen keretrendszer lesz, amelyet azért mégis egy ilyen pályázat formájában kell végezni. Ez a köfog 1-2-1, Bekop 16, ez egy ilyen nagyon nagy mozgásteret nem mutató pályázat, de tulajdonképpen az önkormányzatokat infrastruktúra szempontjából is fogják tudni egy kicsit fejleszteni, illetve ezt a rendszert, amelyhez
kapcsolatban tudják fejleszteni. Ahhoz kérnék a képviselőtestülettől felhatalmazást, hogy ehhez a pályázathoz kapcsolódó szerződéseket, illetve támogatási kérelmet aláírhassam. Én azt gondolom, hogy ebbe annyira nagyon nagy mozgástér nincs. Semmilyen önerőre nincs szükség, 100%-ig támogatott finanszírozat, annyit tudunk, egyelőre, hogy a túltó 7 millió forintig mehet el. Én ahhoz kérünk felhatalmazást, tehát tulajdonképpen 7 millió forintig, lehet, hogy ez kevesebb lesz, de ez egy kötelező feladat, amit majd meg kell tenni. Tehát a képviselőtársai egyetértenek, akkor ezt a felhatalmazást megadjuk. Aki egyetért, az kérem készfeltartás előtte. Köszönöm szépen a felhatalmazást, illetve van még egy dolog, ami ugye tulajdonképpen van nekünk egy területünk, amelyre épült annak idején egy garázs, ennek következtében született egy bérleti szerződés, itt a gyógyszerszám mögött, és a hölgyön itt kipakolt, úgy emlékszik, hogy az mégse garázs, de mégis garázs, és az neki benne van a szerződésében, és én tényleg valóban kipakolt egy nagyon rossz állapotban. Mindenki tudja, a gyógyszertár, meg az orvosi rendelő között ott van egy ilyen, nem is látszik már az, mert inkább már a borostyán látszik, mert a borostyát leszedni szerintem a faház összedőlne, hogy én szeretném, hogy itt ezt a szerződést, ami van vele, tehát ez egy bérleti szerződést módosítani, illetve kötelezni arra, hogy akkor azt mondjuk szépen bontsa le, és akkor ott esetleg akár valami parkolót, vagy bármi kis területet ki tudunk alakítani, illetve nem tudom, attól lehetek, hogy a kisházba valaki bemegy, aztán ott valami vagy rádől, vagy nem dől, tehát ettől hagyni kell félni. Én azt gondolom, hogy ezzel ott meg tudunk szüntetni egy ilyen bérleti szerződés kapcsolatban hasznosítani. Ki a kijövő az önök? Csak mi? Akkor hogy kötel az erőt, hogy mondsa? A faház. Hát akkor lemondjuk. Akkor nem tudod kötelezni, hogy kijövő a mondsa. Milyen alapot? Na nem mindig, és akkor ebben a szerződést meg kell szüntetni, mert a találba is meg járnak vissza. Jó, akkor én azt gondolom, hogy ennek akkor az a menet, hogy igazán a szerződést nem megszüntetni, mert a módosítani, mert a lakóingatlan is benne van, így van. Tehát azt a garázsra gondoltam megszüntetni. Így van. Jó. Azt meg is, akkor utána pedig akkor a KFT ezt elmondja. És akkor így viszonylag kell ebből ezt egyébként. Ez ő érzik. Elvileg az övé volt az anyag. De ez azért mondom, hogy elvileg, mert erről ilyen azért kérdeztem már a polgármester urat is, meg még Bratkos Mellett polgármester urat is, itt mindenkinek van erről valamilyen emlékképe. Fosták és tűzök. Ő építette, Kovács Ancsi bácsi építette neki. Akkor Kovács Lénk a húsa. Az rendben van, de hogy itt papírilag ez hogy volt alá papírozva, igen, én is a papírok kereséseinél azért itt elvesztem egy kicsit. Nem volt az egyszerű történet, azért szeretnénk ezt az ilyen félig mezők semmilyen állapotot megszüntetni. Mert talán annak idején az előző, ahogy adom, az alpolgármester urat, megelőző polgármester adott neki szóban engedélyt. Tehát ezt én szoktam mondani, hogy így örököltem, de már az alpolgármester ő örökölt, tehát akkor ez ilyen nagy nyomozati munka volt ez, amire úgy sikerült kiderülni, és akkor talán lesz egy megegyezés, és nem fogunk tovább problémázni. Ha erre nekem ad a képviselőtestület behatalmazást, akkor ezt a szerződési módosítom. Aki támogatja ezt, akkor azt kérem készfeltartást jelentve. Köszönöm szépen, és akkor most teszem be a kérdést, hogy van-e rádiát parancsolva. Testvérvárosi kirándulások alkalmával mindig elindulunk Mirkenektől. Van egy olyan pont, amikor a polgármester úr szót kér, hogy elhagytuk a közigazgatási területet. Így most már mindenki tudja, hogy
a közigazgatási területén az a tábla hiányzik. Korábban heteki felé, hát most pedig már egy ideje nem is látható. Tehát csak erre szeretném felhívni röviden a figyelmet. Ja, ez a én azt gondolom, hogy ezt a támogatást mi hamarabb kocsolni kell. Még kirándulás nem lesz, addig. Még a kirándulás történne. Igen, köszönjük. Legutóbb is volt egy nagy sikerű hozzászólás abban a témakörben, hogy szeretném megkérdezni. Azt szerettem volna megkérdezni, hirtelen azt hittem, hogy csak nem látom érénkét, mert takarásban van, de hallottam volna ez igaz. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy mi újság az iskolában című, mert az, megbeszéltük, hogy ez azért érdekfeszítő, igazgató a üzleti tervéből már azért valami felsejlett, hogy a dolgok picit más irányba fordultak, de esetleg ha erről hogyha hallottunk valamit, mert érdekel. Igen, ez elég érdekesen alakult. Tulajdonképpen ameddig nem volt kényszerhelyzetben a klik, ameddig próbálták eladázni itt a döntést, aztán abban állapodtunk meg a képviselő testületén azt a feladatot. Hogy ugye január 31-ig tartható ez az átmeneti állapot, utána pedig akkor ezt szüntessük meg. Én ezt jeleztem a klik igazgatójának a részére, és azt mondtam, hogy azokkal a kondíciókkal, amivel a KFT megtette az ajánlatát, el tudják fogadni, akkor ezt 31-ig írjuk alá, ha nem, akkor 31-én onnél mindenki kijön, és akkor onnantól kezdve oldják meg a takarítás, karbantartás és minden olyan egyik dolgot, oldaszolgálatot, amire itt korábban szó volt. Hát ugye ez az egész történet, ha jól emlékszem, december 12-13-14-én kezdődött, különböző szerződések révén, csúszkált folyamatosan, volt, hogy egy 2-3 hétig nem bozdították a fülük botyacse. Hát erre a, nem mondom, hogy fenyegetésre, hanem egy határozott iránymutatásra érdekes módon délre az aláírt szerződések megvoltak, úgy, ahogy a KFT szerette volna. Itt a szerette volna, ezt egy kicsit kibontanám, tehát úgy, hogy semmilyen anyagi ráfizetés ebből következően nem keletkezik. Nyilván nem ez lesz a KFT-nek a legnagyobb bevételű vállalkozása, de én azt gondolom, hogy ennél fontosabb az, hogy egy kicsit ott maradtunk az iskola körében, illetve az iskola egy kicsit itt maradt nálunk. Minden olyan, amit szerettünk volna, azt gondolom, hogy a szerzőségbe bekerült, sikerült megállni a díjakban is, elállásra került. Takarítás pont a szolgálatban. Takarítás volt a szolgáltatban aláírásra került, és ezt vissza is küldték, tehát ez volt a kettő, amit nem is szerettek volna megkötni, és mégis megkötötték. A karbantartási szerződés az úgy volt a e-mailben is, illetve a levélben visszajelzés alapján, hogy szerették volna megkötni. Azt én 4 óráig az információm alapján nem kötötték még meg, tehát került már vissza. Nem, még nem. Szóban az van, hogy igen, megkötik már ott, mikben is keresik azok, akik, mert az nyilván ez a karbantartási szerzés az annyira nem fontos, akkor ez nagyon fontos, hogyha valami probléma adódik, addig nem fontos. Így nyilván itt a portaszolgálatnál, itt a takarításnál derült volna ki, ez nagyon hamar, hogy hopp, problémák vannak, mert problémák vannak, ez a karbantartás szerintem addig fog húzódni az első nagyobb problémáig. A holnapi nap folyamán fog ez szerintem megkötésre kerülni, mert a mai nap, hogyha jobb az információim, akkor az egyik keringető szivattyú feladta a szolgálatot. Ha nem szeretnék azt vállalni a tankereti központban, hogy a gyerekek hidegben legyenek, akkor szerintem a karbantartási szerint a holnapi nap folyamán megkötésre kerülni. Én azt gondolom, hogy ez az a fizikai ráhatás, amit vagy a jó Isten, vagy a mechanika, de valaki elintézte. Illetve már ha az iskolához kanyarodtunk, akkor itt nekem mindig szokott jelen, hogy a két képviselőtestületi ülés között a polgármester beszámol azokról a dolgokról, amik a két képviselőtestületi ülés között történtek.
És nézzétek, én az elején ezzel szerettem volna kezdeni, de én végére vagyok, mert emelként nem mehetek el szó nélkül. Volt egy ellenőrzés az óvodában, egy szakfelügyeleti ellenőrzés, amelyen nekem is részt kellett venni. Ezt minden rossz szájéz nélkül mondom, mert nagyon-nagyon jó volt, és nyilván ez a dicséret ez teljes mértékben az óvoda vezetőt illeti, áttételesen egy kicsit a képviselőtestületet, illetve az önkormányzatot is. Tehát példaértékűnek értékelték az itt végzett munkát, az önkormányzat és az óvoda bölcsőde kapcsolatát, és én azt gondolom, hogy ha már megköszöntük a civileknek, a polgároknak, a sportegyesületnek, akkor bizonyítva van egy ilyen intézményítő, akkor neki is köszönjük meg a munkáját, mert ez abban vagyok rájtani, hogy köszönjük szépen. Én köszönöm. Nem tudom, hogy nyilvános azért nem nyilvános, és látod, hogy mások is vannak a törmeléket. Törmeléket nem feltétlenül raknak, valami maximum földet tudnak oda rakni, de azt is csak ilyen feltöltés. Hát nem tudom, hogy egyáltalán lehet azt feltölteni. Akkor nem akarok kinevelni, csak azért nehogy valamilyen személy dolog kerüljön ki oda, ezt akarom mondani, hogy esetleg valamiéknek is szólva, hogy figyeljük. Ezt a polgárőrök figyelik, a KFT-s figyeli, illetve a mostanában általában. Pályázatokon esetleg ott valami kis egyéb tolvacskát, vagy valamit lehet csinálni, tehát utána akkor a fel van töltve, akkor mit is, hogy nem fog feltöltődni, ott van egy kérdés. Van is egy sorompó szerintem, hogy le is van. Persze, nem az állam, de rúgált, ez nem gátolja azért. Egyleg azt mondja, aki ezt látta, hogy nem látta, nem tudjuk földet, most én ezt nem tudom, csak hogy tudjatok már róla, és nézzük már rá, jó? Jó, köszönöm. Más tegyek? Jelen pár utca kapcsolatosan. Jelenik, hogy mi a kollégium. Többen is kíváncsiak a rácsapra. Erre csak annyit, Jóska, engedj már meg, hogy mindjárt. Ugye a mostani nyíltai újság meg fog jelenni, egy nyíregyházi honlapról levett cikk, amelyben igaz, hogy nincs, hogy kinyilatkozott, de a nyíregyházi honlap az azért csak egy hivatalos honlap, és februárban kezdődik, és egy nyáron kerekezhetünk. Ott szakaszokra bontva meg egyébben. Ez ott szerepel, hát én mint újságíró, én hiszek, vagy mégis olvasó is hiszek benne, úgyhogy... Én itt láttam, hogy a harmadik napirendi pont a költségvetési rendet, ott gondoltam, hogy majd valaki megszorít én kérdéssel. Nem gondoltam, Gábor, hogy itt az előbökbe te leszel az, aki ezzel megszorít. Nem tudom pontosan, hogy ez mikor fog indulni. Nyilván a közbeszerzés lezajlott, a Kevíz nyerte ezt a közbeszerzési folyamatot, megkerestek minket, hogy szeretnének már ide majd bedepóznék az önkormányzatnak van területét, a Laci Balaton Grácsertelep környékét. Szeretnének itt majd építési anyagokat lepakolni, de az azért elég komolynak tűnik. Azt viszont én nem tudom megígérni, hogy ez februárban el fog kezdődni, illetve nagyjából ezzel fogom menni kerékpárral. Annyit tudok megígérni, hogy februárban lehet, hogy el fog kezdődni, és nyáron már gyulatanyáig el fog menni kerékpár után. De dolgoznak rajta, tehát meg lesz az idő, az kétséges. Más egyéb? Akkor én a képviselőtestületülést bezárom, mindenkinek jó oldalmas jó éjszakát kívánok, és...